Szeretettel köszöntöm a Sporttárs ma esti adásának kedves nézőit, ezúttal abból az alkalomból, hogy 100 esztendeje született Ilovszky Rudolf, a Vasas és a válogatott legendás edzője, és hát nem akarta elhinni Müller Sanyi, aki velem szemben ül. Szevasz, Műcsikém, örülök, hogy látlak. Köszönöm a meghívást. Én köszönöm, meg vagyok tisztelve. Hát a nagyon jó barátom, úgyhogy Műcsinek fogom mondani, mert úgy hívom a mindennapjainkban. Szóval meg volt döbbenve, hogy 45 év eltelt, hogy legutóbb első osztályú bajnokcsapata volt a Vasasnak, amelynek a csapatkapitánya Müller Sándor volt. Emlékszel még a meccsekre, Műcsikém? Hát, hogy nagyjából igen, a fontosabbakra. Értem, na jó, de csak 45 év. Ha mondjuk azt mondják neked 77-ben, hogy tessék nézni ezt az arcot, hogy most majd te komolyan kérdezem, most ez egy büszkeség, hogy azóta se volt, vagy pedig borzalmas, hogy azóta? Nekem, bocsáss meg, de nekem, mint Vasas, egyáltalán nem büszkeség. Én azért próbálok minden hazai meccsen ott lenni és várni, hogy mikor fog a csapat, nem bajnok csapat, hanem hogy visszakerüljön az NB1-be. De az, hogy bajnok legyen, hát ez... Én büszke vagyok 28-szor, meg 100-szorosan, hogy én bajnok csapatnak a csapatkapitánya lehettem, és mi megnyertük a bajnokságot. De egyébként ezzel együtt a régiek még, akik élnek, hát várjuk, hogy mikor kerül a Vasas vissza NB1-be. Hát lehet, hogy... Hogy is mondjam, ahogy ez a csapat játszik, Műcsikém, csodálom, hogy ki jársz. Mert ki jársz, igaz? Hát nézd. Az hova jársz ki? Az Ilovszky stadionban. Igen. Na jó, akkor beszéljünk egy kicsit a Rudi bácsiról. Te azért nagyon fiatal voltál, amikor megismerted. Mert ugye nem 77-ben ismerted meg, hanem amikor 20 évesen átigazolt a Vasas. És azon kevesek közé tartoztál, aki befért. Mert akkor, amikor te 20 éves voltál, akkor nagyon kevés fiatal tudott standard játékos lenni a Vasasban. Hogy csináltad? Hát megvan őszintén, én nagyon büszke vagyok, és Rudi bácsinak köszönhetem pályafutásodat, meg egyáltalán az, hogy én a magyar labdarúgásban a Müller Sanyi nevet meg tudtam kapni. Hát az öreg az úgy kezdte, hogy amikor én fiatalodon oda mentem, ugye eznek nagy az én döntésem teljesen befolyásolta, ugye Mésző Kálmán, akivel egy klubban játszottunk annak idején. A kerületben. Meg még egy ember, aki a Farkas Jancsi, akkor még a Kisfűvön, mikor ott megálltam először, oda jött, és csak annyit mondott, gyere ide, jó cég. Na, aztán menjünk tovább, Rudi bácsi, hát mindent neki köszönhetek. Hát ez egy olyan ember volt, és az első edzés úgy kezdte, hogy fogtom el, bevágott egy medicélabdával. És én meglepődtem, és azt mondtam, hogy jaj, Rudi bácsi, mi ezt még soha nem csináltuk. Szóval nem baj, azt mondja, hogy kicsit több pénz van, ott többet is kell adni. Hát mindegy, a lényege az, hogy én nagyon sokat, szinte mindent neki köszönhetek. Hogy tudtál beférni a Mészőjék közé? Mert oda nagyon sok, nagyon-nagyon jó játékos nem fért be. Hát emlékszem, a Menzel Iván olimpiai bajnok volt, hol játszott, hol nem? Mint most szokták mondani a futballokkel, kis szerencse is. Ugye, amikor én oda kerültem rá egy fél évre, Matesz Imre, ugye a bajta elment, azt hiszem Diós Győrbe elment játszani, ugye, és akkor rögtön úgy kezdtünk, sima ügy volt, egy Ferencváros Vasas meccsen a stadionba oda betenni. Hát szóval nem volt egy egyszerű. És kaptam bizalmat Rudi bácsitől. Én, aki mindig csatárt játszottam, Kerületben csatár volt? Igen, jobb összekötő, akkoriban még úgy volt, jobb összekötő. Mint a Puskás Lajos a Vasasban. Igen, nagyon szívesen én se adtam le. Ugyanúgy, ezt neked is mondhatnám, nekem is ügyvéd kellett, hogy tőlem elkérjék a labdát, vagy elvegyék. Hogy nekem, bocsesség, nem is értem ezt. Na igen. Igen, hát jogi azt úton akarom, lehetett labdát igen, kapni tőled azt, a kerületben? Azt szeretném mondani, hogy ugyanúgy szerettem a labdát, mint te. Igen, jó. Kerültem be a csapatba, és aztán ugye aztán lett egy új átformálás, játékos csere lett, és akkor... Hát nagyon nem formálta át, befért a Müller meg a Tóth Bálint a fiatalok közül, standard. Igen, aztán később Radics Jancsi. Hát egy ideig. Igen, egy pár meccsen. De standarden csak a Müller meg a Tóth Bálint. Hát én igen, és ezt is Rudi bácsinak köszönhetem, szóval ő tanított meg arra, hogy kell NB1-be futballom, meg adott nekem egy olyan biztatást, meg egy olyan de ilyen volt Rudi bácsi, szóval én nekem az a véleményem, hogy amíg ő rengeteg válogatott edzőt, meg rengeteg NB1-es játékos nevelt, és köszönhetett neki mindent. Én legalábbis, én mai napig azt mondom, hogy nagyon sok edző volt,
De olyan, mint a Rudi bácsi, nekem személyesen, bocsánat. Nem sokan akarom. Mondják. Nem csak vasas játékosok. Szóval nekem ő volt a minden. És ő, hát ezt nem is kell mondani, hát szóval ő egy legenda a Vasasnak, ez egyértelmű, ezt nem is kell mondani. Amikor meghallottad, hogy ő róla lesz elnevezve a stadion, ugye 80 éves volt, még élt, akkor mit szóltál? Hát sírtam örömömből, hát szóval. Tényleg? De szerintem ebben nem vagyok én egyedül. Pedig nem vagy olyan meghatódó típus. Hát nem, de hát az öreg az minden, hát. És hozzá kell tennem, fiatal gyerek voltam, és az öreg a Fadrosz utcában lakott, 11 kellett, én is a 11 kellett, csak a kis kocsijával szállított engem néha minden, hát az, arról is tudnék történeteket mesélni. Szóval, hogy hallgattad? Hát hallgattam az öreget, meg csak egy kis apró ízet, bocsánat, ha mondtad, ezt elmesélhetném. Felkészülési meccsünk volt a kis alakpályán, ha valaki még emlékszik, ilyen téli időben. Vörös alakon, ilyen lucskos, havas, ilyen időben felkészülési meccs volt, és ugye játszottunk egymást, Rudi bácsi vezette az edzőmeccset, és volt egy ember, aki állandóan megkiabált, és mondta a magáért. Az öreg belefújt a síba, álljunk meg egy pillanat, átsétált az öreg, és megkérte az urat, hogy hát hagyja békén a fiúkat, mert ez csak egy felkészülési mérkőzés, ne zavarja őket. Jó. Ezt megismételte kétszer-háromszor, a Pali csak nem hagyta abba, és aztán vége volt az időnek, lefújt, hogy fölöltöztünk, és jöttünk ki a hátsó bejáraton, ott a Fáj utcai részén jöttünk ki, és a Pali még akkor is kiabált, az öreg megállt, és bocsásson meg, kiszállt a kocsiból, és ugyanúgy volt, leütötte a Palit. Azt fogta, hogy a Vasaspályán így leragyott. És mondtam, hogy Rudi bácsi, szót ne szóljon. Beültünk és mentünk tovább, szó nélkül a Fadrosz utcáig. Szóval ez volt az öreg. Szóval ő egy nagyon kemény ember volt, de azért imádtuk szerintem, nem csak én, hanem minden játékos, mert az öreg egyszer azt mondta, hogy az fehér, akkor az akárhova el kellett menni, az fehér volt, az nem volt fekete. De tehát így volt, kemény volt egyszer, és mind érzelmes ember volt. Ő sokkal érzelmesebb ember volt, mint mondjuk te. Tehát mindenki imádt le. Mindenki. Én. Ezért, mert szava ijető volt. Szóval az öreg leült, és azt mondta, hogy ez, Sanyikám, ez, és akkor annak az ha én is teljesítettem, akkor megvolt minden, amit ő mondott és ígért. Az érdekes, hogy hát, hogy is mondjam, az én megítélésem szerint te lehettél volna akár 70-szer is válogatott, amilyen képességeid voltak. Nem nyújtottad a képességeid maximumát az egész pályafutásod során? Hát egy benned maradt mondjuk 4-5 év, hát mondom, igen, összeadva. Hát igen, egy elég bohém gyerek voltam. Na, fiatal koromban. Igen. De az öreg ezt is tudta kezelni, ezt igen. Is. És erre is van egy nagyon jó kis példám, szóval nem ment úgy a csapatnak, és akkor ugye leküldött a tartalékba, és ugye akkor még volt tartalékcsapat, és Szeged ellen játszott a csapat, behozta ezeket a új töltelékeket, a fiatalokat, és hát teljesen véletlenül rúgtam két gólt, meg játszottam, és a Fakóba, igen, és kiabálták, hogy Müller Sanyi. Majd az öreg beivatott hétfői napon, mert ez ugye vasárnap vagy szombaton volt a meccs, már nem tudom, és azt mondta, jó maga, nem fogott villogni a kettőbe, itt a hétfejű sárkány előtt meg, mert akkor még voltak. Szóval akkor még volt, lehetett mondani, igen. Hogy hétfejű sárkány, maga majd ott fogja megmutatni, és ez tényleg így volt, és tényleg igaza volt neki. Ez érdekes, hogy téged hogy szeretett a közönség, tehát nem elviselte a bohém természetet. Szeretett is, meg aztán mondta is a magáit, a 15 perc után. Hát a Bélát meg téged oda voltak. Ez köszönöm utólag is, de mondták is a magukét. De és a Kálmánék hogy viselték a bohém természetet? Mert a Kálmán nehezen viselte ezt, hogyha valaki szórakozott. Hát igen, de hát a Kálmán mondjuk nekem, ugye hát együtt voltunk három hát kerületben. Arról beszéltem, hogy a pályán mondjuk jó. Egy kötény nem jött be. Azt nem szerintem. Hú, de ki. Na meg arról ne is beszéljünk, ha valaki elment a szélén. És a Rudi bácsi hogy viselte például a kötény, ahelyett, hogy kontra és kötény egy... Egy átemelés mondjuk. Hát akkor ott a szegény kispad megviselte akkor, amikor... Mármint szétverte a kispadot? Hát nem, de akkoriban ilyen nejlón volt a kispad, és az öreg, ha valami nem úgy stimmelt, vagy nem úgy csinálta, ahogy ő akarta volna, akkor balal odavágott egyet, ami meg is repett.
Az hetekig ilyen gombok voltak ott, ahol ragasztották össze. Szóval az öreg nem viccelt. De ha bejött, az elismerte és szerette, de ha nem, akkor azt nem. Szóval... Azt mondd meg, hogy milyen élmény volt neked először, amikor ezt mondta, hogy mit tudom, Müller, Fischer, vagy nem tudom én, mi a fedezetpár, és a hátad mögött a Mészői, meg az Ihász, előtted a Puskás Lajos, meg a Farkas Jancsi. Én akkor ezt föl se fogtam. Én fiatal gyerek, én föl se fogtam, én annyira, én azt hittem olyan természetes. És ez volt pályafutásomnak az egyik legnagyobb erénye az is, hogy én ideges voltam a meccsen, de abban a pillanatban, hogy kimentünk és letettem a labdát a lábam elé, elszállt minden, és akkor jött a bolyonság, és akkor hát gondolom, hogy azért lettem ilyen, meg aztán később ugye a csapatnak az irányítója is. De megkomolyodtál? Hát meg kellett. Megkomolyodtál. De jó, a Rudi bácsinál ott hát meg kellett. Először is az évad legjobb játékosa voltál, ugye? A Bélával együtt, Kolt versenyben. Hát hál' Istennek. A bajnoki, és a Béla rúgott 36 gólt. Hát, csak azért mondom, mert abban egy kategóriába kapni, ugye egy 36 gólossal, az nehéz. Igen, de megkomolyodtál, egyébként nagyon megkomolyodtál, aztán Alicante-ben, meg Antwerpenben. Hát kicsit más volt. De erről a komoly, hát igen, de az, hogy a Béla rúgott annyi gólt, meg ketten az év játékosai lettünk, meg bajnokok lettünk, azt hiszem, erre várok, hogy már egyszer legyen a... Most már nem is arra, hogy bajnokok, hanem hogy fölkerüljenek az NB1-be, arra várok. És azért a többiek is kellettek. Szóval azért ott volt abban a csapatban egy jó pár ember, aki... Hát tudom, meg aki, Bubu. Hát Török Hegedűs, Komjáti Kántor, Gas Müller Zombori, Kovács és Zsovár. Szerintem egy világklasszis kapus volt az. Szóval annak a kidobásait többen csípett. Hát csak a 82-ben nem voltál boldog. Egyrészt azért, amikor lecserélt a Kálmán a belgák ellen, másrészt, amikor a Bubu beszette azt a nokedlit. Ne arra, hogy persze, hogy nem voltam boldog, de hát ez az edzőnek ez volt a meglátása, hát ez van, hát ez kellett csinálni. Persze, hogy nem voltam boldog. Pláne volt hazai környezetben, meg minden, meg bármint, hogy Spanyolországban. És a végén kiderült, ugye, hogy 10 percen múlott, hogy nem tudtunk a 16-ba jutni. Hát szóval hát jó, ezt gondolom... Hát Bubu nagyon hibázott. Ne tagadjuk el. Hát nem csak ő. Hát, nem csak ő. Na jó, de az nem volt egy vétetetlen lövés Műcsikém. Igen, ő meg akarta fogni, nem tudom, hogy miért, pedig én a Bubit nagyon nagy kapusnak tartottam. Én is, semmi és baj. Meg akarta fogni, és hát, hogy vagy miért ki, és pont a Csernet oda pattant. Mikor szólt a Kálmán, hogy Műcsikém, gyere le? Először nem ő arra voltam, hogy lecserélt, nem azért, nem hallottam, viszont szóval akkor még volt néző, bocsánat, akkor volt a lelátón néző. Hol volt? Az Elcsébe, ha jól emlékszem, ugye? Elcsébe, igen, és nem hallottam, hogy engem is elkezdett velem üvölteni, hogy nem jössz le? Hát ilyen finoman. Második fél idő közepén, ugye? Igen, teljesen. Aztán megkérdeztem, hogy én, mert nem hallottam, hogy engem. Én, és akkor elkezdett velem kiabálni, aztán... Már hogy direkt nem hallod meg, azt mondta? Nem, egész már, hagyd ne mondjam. Ja. És a VB... De hogy azt feltételezte, hogy nem akarsz lejönni? Én nem tudom, hogy mi az, hogy én engem. De én pedig nem teljesen jó, de nem hallottam, hogy engem, és akkor mondta, hogy igen, mi a... Ismerve, aki ismerte a Kálmán. Nem a Petrarkásza voltam. Igen. De hát aztán VB után megbeszéltük, hogy ez hogy és mit volt. Csak ugye... Azért nem értettem, mert ugye én Belgiumban játszottam akkor a Fazékkal együtt, ugye, és mondanom se kell a Fazékot, a Páf, az ugye a kapusokat ki kellett volna állítani, meg minden, és én tudtam, én ismertem a különben, és legalább ugyanolyan gyors voltam, és nem is tudta elvinni a labdát. És ugye az egyik volt az, amikor lecserélt, utána elvitt a kereket, be akart csúszni, szegény vidéki gyerek, aki jó futballista volt, de hát rutintalan, be akart csúszni, lövőcsel, beadta a Bubu hibáját, na mindegy, és ezen múlott a 16-ba jutásunk, nem tudom hány év után. Azért... Döntetlen, szóval döntetlen miatt voltunk csalódottak. Hát... És 10-et rúgtunk Salvadornak. Elég nehéz volt. Műcsikém, ennek 40 éve, csak úgy mondom. Jézus már... Ezt megmondom őszintén, ezt most meglepen. 36 éve nem jártunk VB-n. Műcsikém, a következő VB-n még ott voltunk, és aztán soha többet. Az hogy létezik, pedig annyi legendánk van, hogy az nem igaz azóta.
Hát, igen, ugye? Nem nekem, ugye, nekem nem én tettem őket, hát nem. Én ott az a... Tehát a én csak kérdezem tőle, te is kérdezel annyi. A műcsikém úgy teszett föl, mint hogyha én tettem volna nem őket legendába. Nem, nekem ezek a legendáim, műcsikém. És 82-ben a 10 gólos csapatot nagyon nem marasztalták el, mert pecs volt. Ugye mindenki tudta, hogy ki kellett volna állítani a Pfaffot. Hát az nyilvánvaló, és akkor 10 emberrel nem egyenlítenek soha. Hát hozzáteszem, hogy amit a Nyíl meg a Kislaci kiagyott a belgák ellen, hát azt nem hiszem el. Ez nagyon fáj nekem, szóval ez azóta is, meg mérgelődök is. De... Ez ugyanolyan, mint rólam évekig keresztül, ha Müller akar, akkor megy, ha Müller nem akar, meg nem akar. Pedig én mindig akartam, csak nem biztos, hogy... Szóval egy olyan játékos... Hát azért nem voltál olyan nagyon áldozatkész. Várjál, amikor kikerültél Antwerpen, meg kicsit többet kellett leisztolni. Hát persze, de az egész más volt. Erről beszél. Ha annyit leisztolsz, hányszoros válogatott vagy? Nem tudom. Hát megmondom, úgy 70-80. Hát olyan 70-80. Lehet, hogy igazad van, de mindegy. De volt különbség. Hát persze, volt. Mert a mentalitásban nem lehetett volna bekerülni. Tehát bekerült egy olyan Vasasba, mert gyakorlatilag a 66-os veretlen bajnokcsapatra épült, igaz? Abban játszott 9 játékos, abból körülbelül. Akkor fel se fogtam, aztán utána évekkel rá fölfogtam, hogy én hová kerültem, és kikkel kerültem egy csapatba, meg játszottuk. Hát és már 70-ben válogatott voltál. Aztán utána egy kis szünet jött, aztán megint válogatott lettem. De 70-ben, tehát már 2 évvel azután... Hát akkor bocsánat, de ezek szerint mégis tudtam valamit futballozni, nem? Azt én mondtam, azt nem mondtam. Nem, csak kérdezem, bocsánat. Várjál. Kérdezem. Ahogy tudtál futballozni, az parádéson tudtál futballozni, műcsikém, ha akarod hallani. És csak nem legenda leszek. Hát mert most miről? Mostanában nem. Na jó, a legendát kicsit, hogy is sem elkoptatták, de azért te mégis a Vasas legendája vagy. Hát én nem egyáltalán voltam. A magyar futball legendája vagy. Hát én 2 csapatban voltam, ugye az a 3 kerület, meg a Vasas, meg és ebbe, hogy... Meg a válogatott. Hát azért... hát, meg a válogatottban, de hát az, hogy a Vasasban 10 évet leúztam, ezt Nagyban Rudi bácsinak, pedig volt sok jó edző utána is, de hát olyan, mint az öreg, az soha nem felejtem el, hogy annak idején régen az első voltak vezetőink, akihez föl is jártunk, én nem akarok neveket mondani, és azt mondták, hogy nem egy nevelő ember a Rudi bácsi, az Ilovszky. Hát akkor majdnem leestem a székről, és akkor visszakérdeztem az illető vezetőnek, hogy hát én nem tudom, hogy nem, de 3 bajnokcsapatot csinált, mert kinevelt, nem tudom, 20 válogatott játékos. Hát most már 3-at addig, amíg veled nem lettek, amíg, akkor 4-et. Ugye? Csak a múltról beszéltem. Igen. Szóval akkor, hogy ha ez nem nevelő, akkor ki vagy, mi vagy, hogy? Hát ilyenek is voltak. Na most úgy mondom, hogy ugye 70-ben egy EB-selejtezőn mutatkoztál be a válogatottba, Oszlóba, ugye? 72-ben utoljára jártunk az EB 4 csapata között, annak 50 éve. Rudi bácsi volt a kapitány, ugye? 72-ben 50 éve. 50 éve játszottunk utoljára, mint máig olimpiai döntőt. És bár a futballban az olimpia nem olyan nagy szám, de nekünk 50 éve hányszor jártunk az olimpiai döntő közelében, Műcsikén? Iván, ha ezeket sorolod, akkor Franko megmondom, milyen öreg vagyok. Hát ez rendben van. De tény az tény. Tény, hát igen. Tehát mondjuk és azt mondta a Rudi bácsi, hogy megtanuljuk még becsülni a második helyet. Hát azt hiszem igaza lett. Sajnos. Messze menően. Ebbe is igaza lett, sok mindenben igaza volt, de hát ezek szerint ebbe is. Hát én nem is értem ezt. Én ezt nem is értem, de reménykedik. Bocsánat. Miben? Hát, hogy ez talán... Hogy nem újabb 50 év nem fog eltelni, amíg 4-ben leszünk. Igen. Ma el tudod képzelni, hogy mi Európa a legjobb 4 csapatok közé jutunk? Nézd, Iván, ne arra, hogy én... Jó, nem kérdeztem semmit. Én volt, szóval a játékosokról vagy ott, vagy semmit, én nem tehetem meg, hogy mi játékos. A kérdés arról szólt, nem szó szerint játékos. De az évek meg a tények téged igazolnak, ahogy... sajnos. Sajnos téged igazolnak, hát remélem, hogy nem kell ennyit várni. Hát én emlékszem, hogy... Mi a Buza doktor ügyvéd barátommal keményen járunk ki a hazai meccsekre, és szurkolunk, hogy esetleg... Mint a Fáj utcában. Fáj utcában, hogy legyen, ne ezek a...
És úgy látom, nem vagy elragadtatva. Hát nem. Bocsáss meg. De nem amikor vagyok te egyedül. Játszottál, Rudi bácsi volt az edző 77-ben, akkor mondjuk a Vasas Fradin hány néző volt? Hát de a 80 körül. Bármint 80 ezer. De, igen. Nem 80. Nem. Max nélkül. 9-es kaptál. Nem mondod. De. 9-es kaptál. 4-1-re nyert a Vasas. Nem volt mindegy a Fradi ellen. Hát egyáltalán a Fradi ellen. De akkoriban... egyébként hallottam, hogy leszúrtad a Zomborit. Már... A Dózsa meccsen, az első perc, hogy adja le. És nem adta. Berúgtuk. Igen, tolta még, ad le, tolta. Hát egyébként ez nem csak ővel, nem csak az Zomborival, a Hegedűs Bélával is egyszer játszottunk vidéken, és az öreg megönte neki, hogy ne lépj át a félpályát. Ő volt a center alp. Center alp, igen. Fölvezette a Béla labdát, és üvöltöttem neki, hogy passzolj Béla, passzolj Béla. És aztán fogta, és 20-ról berúgta, érted? Akkor mondtam neki, hogy utána, mondtam neked, hogy lőd rá. A zombinak is azt mondta. A zombinak is. Igen, mert én ott voltam, és én nekem az volt a belső logikám, hogy ha a Béla átrúgta a fejem fölött, akkor, és jó helyre rúgta, akkor azért voltam pipa, hogy engem kihagyott. Te miért hagyott ki engem? Te nem szerettem, ha engem kihagyott. Ha nem rajtam keresztül ment a játék. Az nem szerint. Hát az ritkán volt. Hát, na, pont ez. Hát a Mészőféle csapatban azért előfordult, de a már abban a csapatban te voltál Cséká, az nem fordult. Igen, elő. De hát ugye én volt akkoriban, ugye változott az összetétel, ugye még a Jancséknál egy 4-2-4-es, a Rudi bácsinál, amikor bekerültem a csapatba, ugye én lettem a jobb fedezet, Fistefe, a bal fedezet, régen ugye voltak a csatár, Molnár Dezső, Puskás, Farkas, Korsos, szóval nem kell ezekről te beszélni. Te a Farkas Jancsinak rosszul passzoltál, mit szólt? Nem, a Jani nem volt egy balhé. Tehát elviselt? Egyetlen, abban a csapatban a rosszul passzoltál, mit szóltak? Nem örültek neki. Szóval nyilván erre még ilyeneket kérdezett. Hát sehelyen nem örültek. De nem csak abban a másikban, szóval nem lehetett. Szóval ez nem úgy volt. Szóval nem úgy volt, hogy te rosszul passzolsz, mert akkor nem ők szóltak, Rudi bácsi másnap az kicsit üljön ide, pihenjen itt mellettem. Szóval, és gondolja át. Kikerült. Hát ez nem csak nekem, mindenkinek. Itt üljön le mellett, ezt gondolja át, hogy ez. Hogy az, öreg... az, hogy rosszul passzolj, az nem fordulhatott elő? Egyszer-egyszer igen, de ez szóval, hogy... Tehát, hogy föl sem merült, ezt akarod mondani? Hát ritkában. Hát azért játszottam a csapatban, mert ritkában fordult. Hát jó, csak érdekel, hogy... Tehát, hogyha... Tehát volt felelősség akkor, hogy oda... Hát, hogy a fenében? Hát hogy a fenében? Főleg később, mikor egy új formációba lépett föl a csapat, és három középpályán életem az irányító, hát az... Talán azért is lettem az irányítója ennek a csapatnak, és először is el kell, hogy fogadjanak, és azt csak a játékoddal tudod kiarcolni. Ugye, mert ha nem csinálod jól, nem passzolsz jól, nem fogadnak el. Szóval nem fogadják el, hogy te mit akarsz. És én borzasztóan balhéztam azért, hogy adják nekem, de az kellett, hogy 5-ből 4-szer jó helyre adjam. Ha nem adtad jó helyre, akkor intettek volna rám, hogy mit kiabál ez itt össze-vissza. Szóval azért hogy ne, mindennek volt. Hát az még a játékosok szólnak, ez egy dolog, de az öregre kinézel, és az elkezdett bólogatni csak a fejével, akkor már gáz volt. Szóval azt meséld el, hogy ismerted meg a Bélát az edzőmeccsen, amikor jobbról szabadrugás. És azt hittett, hogy beívelés jön, és ott állt egy gyerek, aki elkezdte igazgatni a labdát. Hát ez nem, ez Tarjánban volt lent. Igen? Tarjánban volt lent, és a 16-os a félpálya között, jobb hátvéd helyén, vagy a jobb szélső helyén, igen. Mondta, hogy ez jó neki. Hát mondom, várjál Béla, vezetnek 40-ről, hát azért már valahogy azért mégse. És a Béla odállt, és úgy volt, bevágta. Szóval iszonyatos a Béla, mekkorát tudott rúgni, és nagyon jól tudott rúgni. Szóval, attól kezdve nem mondtad, hogy ne rúgja. Hát ne, hárman ott topogtunk, mindig próbáltuk a szabadrúgást, de mikor valaki 5-ből 4-szer berúgja, akkor már onnan el is takarodtunk, úgyhogy nem az volt. De hát voltak még egy-két ilyenek, de akkor beszélhetnék, ugye, hát a Zombor is annyi, hát ez szúrt szinte. Jobb a bal, elég jól rúgott. Hát elég jól, meg el is tudta venni a labdát, szóval ez volt a másik. Akkor volt egy Gaspista, aki gólokat rúgott, akkor... Volt egy Kokó, aki csinálta a lövőcseleit, mi meg csípőfőcamot kaptunk, de hát mégiscsak be, aztán... Kíváncsi vagyok a náci, amikor a kényszerítőt a nácival. Azt ne tudj meg. Azt nem szeretném elmesélni.
A náci imádott integetni, és én 40-ről érte, lecseleztem három ember, fölvittem alá, lepasszoltam, és gondoltam, hogy kényszerítővel visszaadja, és mikor 5-ből 4-szer nem adta vissza, akkor teljesen ekkora volt a fejem, de viszont egy a mentségére szóljon. Szóval a náci azért 5-ből 4-szer berúgta. Szóval addig forgolódott meg, azért, hogy azért berúgta. Izsó Ignácról beszélünk, az ő volt a Ignác, szóval berúgta. Tőle is jogi úton? Hát nem, megmondom őszintén, ebbe elsorítottatok egymásra. Szóval nem volt egyszerű. De el kellett fogadni, iszonyatosan. Szóval, erről azt hiszem inkább a Bálint Laci tudna beszélni, szóval, amikor a Lacit forgatta, és a Laci be is ismerte, aki szintén a Fradinak egyik kitűnő játékosa volt. Hát sőt, együtt játszottál vele a válogatott. Igen, szóval, de ez volt a náci. Egyet, amit nem értettem a nácinál, szóval iszonyatosan jó forgott, meg gólokat rúgott, meg és arra akart, amikor már abba hagytuk, ő emlékeztetett két meccsre, amikor 25-ről gólt rúgott. Mondtam, náci, ezt én nem az tudom. Az öreg fiú volt. Ezt én nem tudom elhinni, hogy 25-ről, mert ő 5-ről, de mindig ott volt. Azért a nézőknek elmondom, hogy kevés gólodra emlékszel. Nem azért, mert nem rúgtál sokat. Mert ahhoz képest, hogy hátul játszott. Hát hál' Istennek ezért ismerlek, nem tudom mióta, mert én tényleg nem emlékszem. Hát apám, a legnagyobbat, azt hallgathatsz rám, egy MTK-ni meccsen rúgtad a stadionba. Utolsó percre a Török Peti hazadta a Bubunak, és rosszul, és elcsípte a, nem tudom, a koritár mondjuk, és 11-es, és 2-1-ről lett 2-2 utolsó percre. Biztos örültél neki, amikor a Peti rosszul adta haza. De mindegy, akkor a gólt rúgtál olyan messziről, hogy olyan messziről én nem láttam gólt rúgni. A Bélán kívül senkit. De kár, hogy ezt azelőtt nem mondtad el a többieknek is. Hát mindegy, ez így volt. Hát... Vezetted, és nem tudom mi, keleti pályaudvar felé, és 30-ról a jobb felsőbe. Úgy, hogy a Gazsi védett talán. Ezt megmondom, miért örülök, hogy mondod. Szóval annak idején, mikor én játszottam, ugye mondanom se kell, az MTK szurkolók mindig azt mondták, hogy én az MTK ellen nem akarok játszani. És közben... Mindig... Ja, mert azt mesélte, hogy az MTK-ban mentél volna a kerületbe. Hát oda kellett. Csikarnak nem kellett. Igen, hála Isten, a Csikar ugye nagyon jó barátom ott vinte. Ott voltunk, a Blumi bácsi. Jól látta a Csikar. Isten áldja meg. A Simon Bandival mentünk a három kerületbe oda, és a Csikar azt mondta, hogy én nem kellek neki. Nem, jó, hát mindegy, a Simon Bandi egy év után elküldték, meg nem tudom, mit csináltak a Bandival. Én meg, hál' Istennek, 10 évet tudtam játszani a Vasasban. Úgyhogy hát ez van. És mindig azt mondták, hogy én az MTK-nál nem akarok játszani. Mindig játszottam, és rúgtam, látod egy ilyen gólt is, amiről most beszélünk. Pedig az sem volt igaz, pedig én minden, amikor... De a leghíresebb gólodat a Fradin rúgtad. Az nem volt ekkora lövés. Nem. Nem mondhatom, hogy nagyon jó eltaláltad. A pályavatóra gondolsz? Pályavatóra. Nagyon bevágtam a gézének. Alig gurult el a kapuig. Az körülbelül úgy ment be, mint ahogy én most megyek, érted, 73 éves. De bement. Nem mindegy. Bement. És akkor mindig hát, azt... A nézőknek mondom, egyszer nem is tudom, ki vitte el, talán a Kovács a jobb oldalon, lövőcselek, ahogy mondtad. És a kapus mert visszapasszolta, és háromról belökted a Fáy utcába, és a meccs után mondtam neked, hogy hát igen, nyilván mondta a Rudi bácsi, hogy lőni kell minden helyzetből. És akkor mondtad, sose felejtem el. Hívcsikém, oda kell érni. Pontosan. Na jó, ez oda kell... Üres kapuba a kettőről. Na, hogy visszatérve a nácihoz, ebben volt ő nagymester, szóval odaért, és 2-3-ra bepöcintgette a labdát állandóan. De te rúgtál néhány nagy gólt messziről. Hát igen. Mondjuk a fontos Internek a rövid felsőbe, a KK döntőn. Erre sem emlékszem. Nem? De hát ezek biztos így van. 16, hát mint a, de arra emlékszel, nem a Fradinnak, amikor berúgtad, amit a 16-os sarkáról rövid felsőbe. Na, ugyanígy berúgtad az Internek. Hát örülök neki, hogy rúgtam gólt is. Jó rúgtál. Ezek szerint igen, de én inkább szerettem helyzetbe hozni a társaimat. Én azt szerettem. És ha balhéztam is, akkor azért, hogy nem adják ide a labdát, mert valószínű, hogy 5-ből 4-szer oda tudtam adni nekik. Helyzetbe tudtam hozni a társaimat. Gondolom a Béla is, ugye, nem beszélve, hogy a Béla jó rúgott szabadrúgást. Hát a Béla abban, hogy 36 gólt rúgott, abban benne voltál. Hát remélem, hogy igen. És ugye a többieknek is. Szóval én nekem az volt mindig, hogy én mindig kiszolgáltam a
nem tartottam magam egy nagy gólvágónak, de ezek szerint... De nem sok gólt rúgtam. De rúgtam mégis gólt, meg mind. Hát akkoriban sokan. Hát jól cseleztél, jól láttál. Hát figyelj ide, amikor bajnokságot nyertünk, ugye, és Gacs rúgott 16-ot, én 14-et, Zombori Sanyi 15-öt, meg vagy 16-öt ő is. Szóval jó, a csapat 100-at. Középpályás. És ez még egyszer mondom, 100-at. A csapat 100-at. Azt hiszem 100-at rúgott? Jó, hát mindegy. Hát akkor Gacs Pista rúgta a 100-at, nehogy már végén megsértődik. Azt tudom, hogy emlékszik is rá, hogy nálam minden dokumentum megvan. És hát újságíró volt most az, hát hogyne. A Népszava gól királya. Igen. Figyelj ide, utolsó, hogy lettél-e volna, vagy a Béla lett volna Váradi Béla, vagy a Farkas Jancsi lett volna Farkas Jancsi, és a Mészöly Kálmán lett volna Mészöly Kálmán Ilovszky nélkül. Nem hiszem. Szóval én ezt nem tudom bebizonyítani, de magamról tudok, én biztos, hogy nem lettem volna. Szóval én azért nagyon sok mindent köszönhetek. Aztán a későbbi edzőinknek is voltak jó edzőket, nem akarom fölsorolni. Jó, de ma Rudi bácsi miatt. Ma Rudi bácsi, szóval én biztos. Szóval én ha nem az öreg van, akkor én lehet, hogy a három kerületbe fejeztem volna be, vagy valamelyik csapat. Én nagyon sokat köszönhetek neki. Úgy játékos, ő észrevette, hogy a játékomat, meg a emberileg, meg a bohémságomat fiatalkoromban ő, ahogy tudta ő kezelni, meg nem csak az enyémét, tehát a Farkas Jancsiét is. Hát amikor beértél az öltözőbe, és az Rudi bácsi elkezdte tekerni, akkor tudta, hogy valaki, mindenki tudta, tekerni hogy itt, a sípot, akkor mindenki tudta, hogy itt valaki meg lesz büntetve, az halált. De hát én az öregnek, és nem is akarom elhinni, hogy 100 éve, szóval, de azt hiszem, ez egy jogos legenda, ami ő a Vasasé, és sehova máshova, és csak a Vasasére élt mindig. Hát, ő volt az az ember, aki már életében halhatatlanná vált. Így van. Amikor az irodájába ült, és a kis almáját ette mindig. Szóval, lehet, hogy volt olyan játékos, aki nem szerette igazából. De csak azért, mert lehet, hogy ki a vagy nem, de ilyen nem hiszem. Kevés volt. Volt. Hát én minden edzővel előfordult. Géci Pista nem rajongott érte, hát meg a Juhász Tessisen, mert ugye kihagyta őket. Hát jó, hát ilyen van. Hát most mit? Én szerettem Mésző Kálmány, nála nevelkedtem még óvodás koromban, tekerte a biciklit, az a vázán ültem, szóval haragudtam rá, de aztán... Jó, csak mondom, de a többség, tehát Göröcs Albert, ez mindenki úgy beszélt róla, mint szóval a... Szóval olyan szóval hihetetlen, hogy milyen korrekt ember volt. Benne. Tehát szóval minden, nem csak a vasos játékosai. Ezt tudta mindenki is, hogy az öreg, az neki ment volna a, Lajos, imádta, a betonfalnak neki ment volna, és a játékosainak, hogy az valami hihetetlen. Csomó. Hát én magam szerint én neki köszönhetem azt, hogy a Vasasban 10 évet le tudtam nyomni, bajnok lettem, évjátékosa lettem, ezt mindent az öregnek, és én könyörögtem, hogy ne menjen. Szóval maradjon még egy évet, mert szerintem akkor még egy éven simát megnyertük volna bajnok. Én nem megyek külföldre, nem megyek. Akkor nagyon együtt lett volna. És az öreg elment, nagyon sajnáltam. És 5. lett a csapat. És borzasztó szomorú szívvel gondolok rá. Hát, köszönöm szépen, hogy eljöttél, Mülcsikém. Hát én köszönöm a meghívást. Én azért örülök, hogy itt voltál, és én azon túl, hogy örülök, hogy itt voltál, annak is örülök, hogy én hallottam a Rudi bácsit beszélni, hogy csókolom, Ivánkám. És erre nem tudtam itt mondani, mert mi az, hogy ő mondja, hogy csókolom, ugye? Na jó. Hát szóval Ilovszky Rudolf 100 éve született, Müller Sándor, aki nem csak a neveltje volt, hanem a csapatkapitánya is lett. Hát ő emlékezett rá. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket, egy hét múlva sportás megint, a viszonthallásra, viszontlátásra.